Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Hosszabbítás, és a Hosszabbításban elsőként vízilabda, a stúdió vendégei a CVS-e vízilabda szakosztályától Kelemen István edző és Pataki Gergely csapatkapitány. Sziasztok, fiú, köszönöm szépen, hogy eljöttetek és elfogadtátok a meghívást. Kanyarodjunk természetesen vissza, szinte törvényszerűen már márciusig. Nagyon sok beszélgetés így kezdődik most, főleg mivel te régen voltál, Gergő, te pedig még nem is voltál itt ebben a stúdióban, úgyhogy most ezt a hiányt pótoljuk. Szóval egy kicsit vissza márciusig, és akkor István, elsőként neked szól a kérdés, hogy akkor azt a helyzetet hogyan éltétek meg? Egyszer csak vége lett a bajnokságnak. Először azért volt nehéz, mert úgy éreztük, azt hiszem Gergő alá tudja támasztani, hogy a csapat a váltás után egy jó úton indult meg, és már meccset is nyertünk, és keményen készültünk arra, hogy majd az osztályzón kell, és valószínű esélyünk is van a bennmaradás kiharcolására, és akkor közbeszólt a pandémia, ami nem csak minket, hát az egész sportvilágot megrázta, és keményen érintette. Utána maradt a szokásos interneten keresztüli kapcsolattartás. Próbáltunk otthoni edzésmunkával, mint mindenki más, minden más sportágban is valamilyen szinten tartást elérni. Ami ugye ilyen szinten, ahol nem profi sportolók vannak, elég nehéz, mert mindenkinek a egyéni belátására volt bízva, hogy mennyire végzi az otthoni edzésmunkát, meg valószínűleg a lehetőségére is. És hát mikor újra találkoztunk, akkor látszott, hogy ki az, aki komolyan gondolta ezt, hogy otthon edze, meg látszott, hogy valaki egyáltalán nem foglalkozott ezzel a dologgal. És hát ezzel nem tudom, itt nem lehet számon kérni, nem lehet, mit tudom én, büntetést kiszabni, stb., mert még egyszer hangsúlyozom, ezek amatőr sportolók, úgyhogy, vagyis ők amatőr sportolók, és ez történt. Úgy fogalmaztál, hogy amikor újra találkoztatok, akkor látszott, ami látszott. Mikor volt ez a újra találkozás? Június 2-án volt az első edzésünk, mikor a úszodák megkapták az engedélyt, hogy újra nyithatnak, újra lehet sportolni. Nyitott úszodákban, fedettben nem, de nyitott úszodákban lehetett edzeni már akkor. Akkor azonnal lépett az egyesület vezetése és a szakosztály vezetése, mivel ugye az egyesület üzemelteti az úszodát, ezért nem volt nehéz ezt megbeszélni, és akkor elkezdtünk edzeni. Gergő, a kérdés ugyanaz hozzád, mint amit először tettem fel Istvánnak, csak már a játékos szemszögéből. Tehát eljött ez a bizonyos március. Ezt hogyan éltitek meg ti, mint játékosok? Hát ilyenkor ugye nyakon öntenek valami rosszal, ugye, és egy sportoló életében, aki akarja is csinálni, azért ez így megborítja rendesen a bioritmusát, és hát igyekeztünk megoldást találni Istvánnal, meg a vezetőséggel, hogy kimaxoljuk a helyzetet, és akkor jöttek ezek az online dolgok. István rajtam keresztül hajtotta úgymond a csapatot, internetes elérhetőségen keresztül vettem föl tőlük az anyagot, küldtünk nekik anyagot, mit, hogyan csinálni, de itt tényleg minden azon múlik, hogy ki mennyire elhatározott, és ami nehézé tette az, hogy ugye rutin hiány. Tehát azért amit a Pisti is mondott, hogy azért itt nem profi sportolókról beszélünk, akik ugye átérzik ennek a volumenit, és elsőként mindig az volt a lényeg, hogy tudatosítsuk a játékosokban, hogy ha nem csinálod még azt a minimálisat se, akkor az újrakezdésnél elég meredek falakba fogunk ütközni, és nem mínuszról, hanem még hátrébről kell elkezdeni a munkát. De az én tapasztalatom a kihagyás alatt szerintem elég rugalmasan meg korrektul álltak hozzá a játékosok. Az evidens, hogy meglátszódott, hogy otthon hasizom, meg fekvő támasz, meg max lementek lépcsőzni, és a víz hiányzott, de tudtuk abszolválni, amennyire tudtuk.
Ez év elején tértél vissza Ceglédre. Egy kicsit nosztalgiázunk, én arra kérlek. Mondok állomásokat eddigi pályafutásodból, ami igen sikeres. Cegléd, BVSC, ahol játszottál, megfordultál, BVSC, Szolnok, Szeged, Pécs, játszottál a francia első osztályban, aztán Debrecen, Kaposvár és ismét Cegléd. Te vagy a ceglédi vízilabda sport első ifjúsági Európa-bajnoka. Magyar kupa győztes vagy, sőt, magyar bajnoki bronzérmes is. Melyik az az időszak, amelyikre a legszívesebben gondolsz vissza? Hát, ha nosztalgiázunk, ugye... Nosztalgiázunk. Most itt vagyok egy helyben, azért így buknak ki az emlékek, ahogy hogy sétálok az utcán, mert igen, közel lakok az uszodához, hogy amit gyerekfejjel így átéltem, csak a jó emlékek jönnek, a nyitott uszoda, meg ahogy ismerkedtem a sporttal. Mégis azt mondanám inkább, hogy a BVSC utáni időszakot emelném ki, amikor Szegeden póloztam, ott ugye Bajnokok Ligájában szerepeltünk sok évet, ott volt egy történelmi siker a Szegeddel, ami 14-5 évig nem volt dobogós a csapat, akkor volt abban az évben, 2003-ban kapta meg a magyar bajnokság, a világ legerősebb bajnokságának a címét. De mindegyiknek van szépsége, a francia légióskodás az 5 év, akkor, amikor visszajöttem, az egy újabb kihívás, mert azért az nem egy olyan volumenű közeg volt, ahol úgy éreztem, hogy én ide bárhova visszajöhetek, elég volt, visszajöttem, de onnan megint felépíteni valamit. Az meg azért volt szép, mert hál' Istennek tettem le az asztalra olyan dolgokat, hogy tárt karokkal várt a magyar vízilabda, tehát nem volt nehéz a beilleszkedés, de így átfogólag, így úgymond az egész első osztályú utazás, ez egy jó emlék, tehát csak kaptam ettől a sporttól. Mennyire volt evidens számodra, hogy visszajössz Ceglédre? Azt kaptad, amit vártál? Semennyire. Én 20 évet, tehát pont számoltam, 29 év vízilabda, abból 20 év, közel 20 év első osztály, és én úgy hagytam abba, hogy elég. Teljes mértékben elég. Én csöndbe is mentem el, én ennek nem voltam híve, hogy nagy fanfárok közepette, ide posztolok, oda posztolok, hogy köszönöm, elég volt. Nekem az aktuális csapatom tudta, hogy az az utolsó meccsem, ők elbúcsúztattak, és utána hallottam vissza, hogy elindult a bajnokság, az OB1 és a szövetségbe játékvezetők meg edzők, meg a vezetők kérdezték, hogy hol vagyok, hogy eligazoltam-e, közben meg abba hagytam. Tehát én teljesen lezártam, és akkor ugye már indult az OB1 BMI-re, meg hallották a ceglidi vezetők, hogy mi újság velem, és akkor már lement 3-4 forduló, mikor kaptam a megkeresést, természetesen azonnal elutasítottam, és akkor jött a telefonháború, és hát addig jött az ostrom, amíg megegyeztünk. Csak ez már késő volt, és az őszi fordulóban már nem tudtam játszani, a szövetség nem hagyta jóvá, hogy egy útközben becsatlakozzak, és a tavaszi forduló első fordulójában, február pont elsején volt az első meccsem Cegléden, a Cegléd csapattal. István, az elmúlt heteket, hónapokat tekintve, hogyan változott a játékos keret? Még azért egy pillanatra szeretnék visszatérni a Gergőhöz, és a Gergő kapcsán még egy-két gondolathoz, hogy ugye ismerjük egymást elég régóta. Igen. Azért derekadig értem. Szemmel követtem a felcseperedését, és Gergő említette hogy azonnal elutasította Ceglédet, és később mégis kötélnek állt. Én úgy gondolom, hogy ez érthető, mert aki ennyit lehúz magas szinten, annak semmi porcikája nem kívánja már az edzést, meg a, ami ezzel jár az egész az élsporttal, vagy a versenysporttal. De azért mi reménykedünk abban, hogy a volt ceglédi srácok, mert azért elég sokan elkerültek innen és magas szintre jutottak, tehát az első osztályú játékosok lettek, hogy előbb-utóbb valami a hátul a kisagyban vagy a szívük csücskében megmozdul, hogy Cegléd, én itt ismertem meg ezt a sportot, itt nőttem fel, köszönhetek valamit Ceglédnek, és akkor
nem biztos, hogy jó a kifejezés, de levezetni, vagy visszajönni, segíteni, ha tudok, stb. És akkor még egy utolsó állomásnak beiktatják. Ez nem csak a Gergőre vonatkozik, hanem remélem mindenki másra, vagy legtöbbekre, akik elkerültek innen, hogy visszajönnek egy utolsó állomásnak még Cegléded beiktatni, mielőtt teljesen aktív játékos pályafutástól elköszönnek. És ez szerintem így lenne helyes, és így lenne szép is. Így lenne kerek az egész, hogy vissza a gyökerekhez. És akkor most vissza az eredeti kérdésemhez. Igen, a csapat... Tehát játékos keret alakulása. Ugye lezáródott a szövetség úgy döntött, hogy a bajnokságot befejezetnek tekinti, kieső, feljutó, bajnok, mindenféle ezek nélkül, és akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy hogyan tovább. És egy hosszú távú dolog sült ki ebből a gondolkodásból, hogy azon kívül, hogy a másodosztályú mi voltunkat megőrizve, nagyobb álmaink nincsenek a lehetőséget figyelembe véve, elindulni abba az irányba, hogy újra ceglédi csapat legyen a ceglédi csapat. Tehát a játékosokat tekintve, ez nem egy éves, nem két éves folyamat, egy hosszú távú folyamat, mivel a uszoda átépítés miatt azért volt itt egy olyan helyzet, hogy évekig nem tudtak normálisan edzeni, ezért egy másfél korosztály nagyjából ki is esett, tehát van egy lyuk az utánpótlásban. Hát ez egy kényszerű üres járat volt. Igen, és... De akkor is azt a célt tűztük ki, hogy az évek múlásával minél több ceglédi játékos legyen a ceglédi csapatban. Teljesen külső segítség nélkül ez nem fog működni, mert mivel a legjobb játékosok mindig elmennek innen, és valamilyen szintet azért szeretnénk tartani, de túlnyomó rész ceglédi játékosokkal is, kiegészítve esetleg visszatérő volt ceglédiekkel, vagy máshonnan erősítést még. De a zöme a játékosoknak ceglédi legyen előbb-utóbb. Ebbe az irányba mentünk el vagy úgy indultunk el. Több volt játékos, aki különböző okok miatt nagyon fiatalon elköszönt a sporttól, visszajelentkezett, elkezdték. Úgy állapodtunk meg, hogy aki jön, ceglédi, újra szeretné elkezdeni, újra szeretne próbálkozni ezzel az egészen, megkapja mindenki a lehetőséget. Azt is tudtuk, hogy nem mindenki fogja ezt bírni, azért, mert egy-két év kihagyás után azért tudjuk, hogy mit jelent egy sportot, versenysportot újra elkezdeni. Gyilkos dolog. Az hosszú távú dolog, nagyon kemény, akaraterőt igénylő, kitartást igénylő. Hát nem mindenki ugorja meg ezt a lehetőséget. Gergő, milyen munkát sikerült végezni az elmúlt időszakban? Most már volt egy edzőtábor is. Igen, a múlt héten csináltunk egy elég komoly terhelést, az ott nekem úgy jött le, István ezt vázolta a csapatnak, ugye, amikor ez így tervezés alá került, hogy mire lehet számítani, meg hogy be fog majd csúszni így, amikor közeledünk a bajnoki rajthoz egy hetes közös meló, amire jó lenne, ha mindenki részt venne. Dióhéjban elmondta, hamar látszott, hogy itt a terhelésről lesz szó, mert még az edzőtábor után még bőven van időnk kurtítani a dolgokon, meg finom hangolni. Ez inkább a fizikai munkáról szólt, tehát ez egy napi három edzés. Igen, három. Mondtam is Istvánnak, számoltam egyszer egy úszás közben, hogy én 1996-ban Hódmezővásárhelyen edzettem utoljára hármat naponta edzőtáborba. De nem is ez a lényeg. Tehát itt az volt a lényeg, hogy mindenki magá a saját limitét lépje túl. Kicsit egy ilyen erőfelmérő volt, de természetesen észszerű kereteken belül, mert az úszás mellett megvolt a technikai része is a dolognak. Én úgy érzem, hogy 80-85%-ban megvalósult ez, mert és az a 15% hiányzó rész az csak azért van, mert voltak, akik nem tudtak megjelenni, mert itt vannak dolgozó emberek, csak is ezért. Mondtam is a srácoknak múlt hét pénteken az utolsó edzésen a végén, hogy aki itt volt végig, az hozzáállása nem volt gond. Itt a fejekbe kell rendet tenni. Ez egy ilyen jó irányvonal volt, mert tegnap elkezdtük
a hétközbeni edzés tempót, meg az edzés terveket, ahogy az alapján csináljuk most már a dolgainkat, és azért látszott a játékosoknak, ahogy kommunikálnak, hogy nagyon nehéz hét volt, de már máshogy állnak hozzá a dologhoz, tehát jó volt. Én abszolút építő jellegű edzőtábornak tekintettem ezt az egy hetet. A többiek nem tudom, hogy gondolják, de aki itt volt, az csak építkezhet belőle. Igen, ha már mondtad a tegnapot, akkor elmondom a kedves nézőknek, hogy ezt a beszélgetést kedden rögzítjük, önök majd szerdán láthatják. István, zárásképpen szintén gyakorlatilag ugyanaz a kérdésem hozzád is, mint Gergőhöz, hogy hogyan értékeled az elvégzett munkát, illetőleg mi még a feladat szeptember 26-áig, hiszen jelen pillanatban most annyit tudni, hogy ez az ellenfelet még nem tudunk, de az az első játéknap, ez biztosnak tűnik. Amikor elkezdtük a pandémia szünet után a munkát, hát ugye egy ilyen hosszú kihagyás után nagyon kell vigyázni, hogy mit végeztetünk el a sportolókkal. Az első hónap, megbeszéltük közösen, az első hónap ilyen újra ráhangolódás volt, hogy szokják meg újra a vizet, szokják meg a labdát, egymást, nagyon vigyázva, hogy nehogy valaki a terhelés miatt megsérüljön. Nem is történt ilyen. Nagyon sok labda volt, nagyon sok játék, hosszú úszások, laza hosszú úszások, tehát nem erős úszások, és az igazi munkát azt júliusban kezdtük el. Akkor már kezdett hasonlítani a vízilabda edzésre, amit csináltunk. Közben ugye jöttek új játékosok, az új játékosoknak a beillesztése folyt, ami mindig kisebb-nagyobb nehézségekkel is jár, ez természetes, ugye, de ezek mind zajlottak, és közben ment a csapatépítés az új játékosok miatt. Több távozó volt, mint amennyi jött, illetve az újra elkezdőkkel, de azt kell mondani, hogy tavaly volt olyan, hogy nem tudtunk, amikor átvettem a csapatot, volt, hogy nem tudtunk annyi játékost beírni, amennyit lehetett, mert nem volt annyi játékos. Most meg a felnőtt csapat kerete 16 fő. Tehát ez egy olyan helyzet, és azt a játékosok is értik, hogy már csapatba kerülésért is meg kell küzdeni. És viszont olyan szempontból nem lesz az ilyen éles harc, mivel ahogy már többször beszéltünk róla, itt van dolgozó emberek, egyetemisták, stb., hogy mindig vannak olyan emberek, aki most valami miatt nem tud egy hétig jönni, nem tud három napot jönni, nem ér rá hétvégén, és a többi, de ez viszont a csapat szempontjából is jó, meg nekem is edzőnek egy kicsit biztos hátteret biztosít. Szépen kifejeztem magam, hogy nem kell amiatt félni, hogy nem lesz elég játékos mérkőzésre. És egész más hangulatban telik egy edzés, hogyha vagyunk 14-16-an egy edzésen, mint hogyha 5-6 játékos van ott edzésen. Visszatérve, amit a Gergő már elemzett, ez a edzésmunkának, ezt előre megbeszéltük, közösen megbeszéltük, hogy mikor érünk rá, a játékosok mikor érnek rá erre az edzőtáborra, és ugye azt előre mondtam, hogy ez itt a gyorsasági állóképesség időszaka van, és ilyen volt az egész edzésmunka. Volt egy nap olyan, ahol akarattal egy kicsit túlfeszítettem a dolgot, mert ez nem csak fizikális, hanem egy kicsit pszichés megterhelést is kell, hogy jelentsen. Ilyenkor az edző teszteli játékosokat, hogy hogyan állnak hozzá a keményebbnél is, esetleg keményebb munkához. És aki ilyen helyzetben is helytáll, az edző tudja, hogy a mérkőzésen, és mikor esetleg nehéz a helyzet, baj van, akkor ezekre a játékosokra lehet számítani. Nem, ahogy a Gergő mondta, nem volt semmi probléma, ment 13 fővel, a 16-ból 12-13 fővel csináltuk végig az edzőtábort, ami nagyon kemény volt. Nem tudom, hogy nem csak a Gergőt számítva, hanem a többieket is, nem tudom, mikor végeztek utoljára ilyen munkát. Nagy köszönet az erőműnek, az erőműből Tóth Zsófi edzőnőnek. Nagyon klassz edzéseket végzett minden nap a srácokkal, illetve voltunk a judósoknál is látogatóban, ott is volt egy nap. A Mester Dani segített bennünket, speciális munka volt, az is én nagyon hasznosnak értékelem, de az egész edzőtábor jó volt, és most
Van egy kis lazítás ezen a héten, mivel úgyis csak 3 nap edzés lehetőségünk van, és a Gergő által említett finom hangolás kezdődik majd a jövő héten, mivel eljutunk, hogy egy hónap lesz hátra jövő héten a bajnoki kezdésig, és akkor innen kezdve már a megszerzett fizikai szintet tartva a gyorsítás és a vízilabda finom hangolása a taktikai dolgok kerülnek előtérbe. Én is akkor, ahogy mondtam, elvileg és reméljük, hogy a gyakorlatban is az első bajnokira szeptember 26-án kerül reméljük, majd sor. Olyanokat hallani, olvasni, hát ugye a vízilabda világ egy elég szűk, zárt világ, mindenki ismer mindenkit ebben az országban, más országokban is így van. És azt olvastuk és hallottuk, hogy mindenféleképpen akarják a bajnokságokat elkezdeni, ha másképp nem, akkor zárt kapus mérkőzéseken. De ezt gondolom más sportágokban is így lesz. István Gergő, köszönöm szépen, hogy nálunk jártatok. Mi is köszönjük.